Hé, te! Itt vissza is jönni rajtok! Most! Különben ez a pók! Este, kimászik az ágyad alól! És... utána pedig megyelsz! Na hát, sziasztok, én Túlszajd vagyok, és a mai videóban elhoztam a legbetegebb, legelborultabb parkour videókat, amikben esetleg lesz szó üldözésekről, vagy csak elképesztő parkourokról. Tudjátok, amikor tehetséges emberek trükköznek, esetleg magas épületeken, vagy az utcákon? Szerintem már nem kell ezeket bemutatnom. A mai videóban elhoztam nektek az 5 legelképesztőbb ilyen helyzetet, már most leszögezném, hogy ezekről nem állítom, hogy igazak vagy sem, ezt kommentbe döntsétek el ti. Elkezdtem keresgélni az interneten, és egyszerűen wow, amiket találtam. Szerintem tarts velem a videóban, mert megéri. Mellesleg minden nap délben új premier. Ha pedig új vagy a csatornán, iratkozz fel és nyomd be a csengőt, és ha ezzel meg vagy írd le kommentbe azt, hogy feliratkoztam, és megpróbálok annyien kommentre válaszolni, amennyire csak tudok, kezdjük. Ezt a videót nem tudom olyan embernek ajánlani, aki esetleg fél a magasban, téliszonyos, mivel a következő srácok egy elképesztően magas épületnek a tetejére másztak fel, majd amiért is izgalmas az egész, az nem más, mint azért, ahogyan lejöttek, és megpróbálták elhagyni a helyszínt. Mivel ez nyilván nem volt megbeszélve, és ilyet nem szabad csinálni, ezért titokban mentek fel erre a helyre, majd amikor lementek, sunyúba kellett végigmenniük az egész helyen, lopakodva, és az egész olyan volt, mint szinte egy filmbe. Amikor már azt hitték, hogy semmi baj nem lehet, és elmehetnek, a háttérben meglátszódik egy biztonsági őr, de sikeresen futottak előle. Szerinted igazi a videó, vagy egyszerűen csak megjátszott? Következőt egyáltalán nem tudom ajánlani, hogy kipróbáljátok, ugyanis arról van szó, hogy egy parkuros srác egy videóban felugrik egy mozgó lépcsőre, vagy lecsúszik, és elképesztő mozdulatokat végez, mindenkit arrébb lögdös, és egyszerűen csak nézzétek meg, eléggé furcsán néztek rá az emberek. Ez egy kihívás volt, hogy mennyi idő alatt tud eljutni A-ból B-be, úgy, hogy el kellett érni egy vonatot, és az emberek eléggé furcsán néztek rá, de ők nem tudtak a kihívásra. A következő videónak elég durva a sztoria. Ez az egész és szerelmes párról történt, ahol is arról van szó, hogy a fiú lebukott, hogy más lányokat nézett meg egy tengerparton, ahol is délután volt a barátnőjével, de ez viszont csak később derült ki, amikor a barátnője belenézett a telefonjába, és üldözőbe vette a fiút. Eléggé kiakasztó. Nézzétek is meg! Jó, valószínűleg ez is megjátszott, mivel felmerülnek bennem is kérdések, hogy a srácon miért lehetett egy kamera, és igazából olyan nonsensnek tűnik az egész, és nagyon szervezetnek. A srác eléggé úgy viselkedik, mintha már be lett volna gyakorolva, de mégis elég izgalmas. De viszont mi van, ha mégsem megjátszott? A következő egy eléggé egyértelműen szerkesztett videó, de ettől függetlenül még eléggé epiknek tartom. Nyilván ezt úgy adják elő, mintha igazi lenne, de akinek van egy kis esze, az egyértelműen látja, hogy ez kamu. Ugyanis arról van szó, hogy egy srác éppen egy trambolinon ugrál, majd felmegy egy épületek a tetejére, ráugrik, és onnan azzal a lendülettel át is pattan egy másik épület medencébe. Kissé nagyon hihetetlennek tűnik, hogy ilyen tökéletes lenne, de ettől függetlenül mégis nézzétek meg a felvételt. A következő videót igazából viszont eléggé valóságosnak látom, mivel egy srác gördeszkázott bent egy bevásárló központban, ahol is egyértelműen nem lehetne, és ha mégis, akkor nem ilyen módon, ahogy például egy parkúros tenni, trükközgetett a benti dolgokon, és eléggé szabálytalan dolgokat csinált, a biztonsági őrök elkezdték őt üldözni, és hát sajnos el is kapták. A felvétel nem mainak tűnik, de szerintem említés megérdemelt. Szerintetek mi történt ezután? A videónak itt van vége, remélem élvezted, hogyha ez így volt, akkor kedveld ezt a videót, folytatását pedig iratkozz fel és nyomd be a csengőt, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!